Üdvözletem! A tavasz utolsó hónapjához érkeztünk, és bizony ebben az időszakban is bővelkedtünk magyar sikerekben. Nem csak Blurzor, Vizicsacsi vagy Dead Fox létezik. Színre lépett egy régi név egy új játékban. A franciaországi Tours városában rendezték meg a hónap elején a 100 ezer dollár özdíjazású versenyt, ahol Dead Foxék egészen a döntőig meneteltek, méghozzá veretlenül. Itt azonban emberükre akadtak, ugyanis a G2 kegyetlenül leszámolt velük kessen, és bár Cobblestone már egy jóval kiegyenlítettebb küzdelem volt, Kenny Eszék végül azt is behúzták, így csupán a második hely és 20 ezer dollár maradt a Hellraisersnek. Említettem egy régi nevet, ez pedig nem más, mint az X-Code 4, X-LOL, X-Heroes of the Storm játékos, Bordás Tamás Tomzi, aki ezúttal Overwatch-ban tört az élre. Csapatával, a Hollywood Hammers-szel már félig a Los Angeles-i gamer házukban érezhetik magukat, ahová hivatalosan a nyáron költözhetnek majd be. A csapat nagyra törő álmokat szövegetett, ugyanis szemet vetettek az Overwatch League Los Angeles-i spotjára. A Challenge France bronzérmes Gamers Origin nem várt sokáig a feltámadásra. A Lion Esports és a Gamers Assembly mellett megnyerték az Underdogs versenyét, ezzel pedig Blurzor megszerezte a harmadik aranyérmét Franciaországban. Eközben a Team Horizon Reapers is nemzetközi verseny felkészülés előtt állt, ugyanis csoport elsőként lejutottak a szófiai ESL Dél-Kelet-Európai bajnokságára. Chigu fronton sajnos már nem voltunk ilyen szerencsések, ugyanis a Sensei és a Corvini már a nemzetközi csoportkörökben elvérzett, míg a Hop a rájátszás első szakaszában búcsúzott a versenytől. Boldog karácsonyt és kellemes ünnepeket kíván az egész eSport1 csapata. De ne felejtjétek, holnap jön a következő rész!